problémát jelent a közcélú fejlesztések esetén is, azonban a vállalkozások fejlesztése területén az egy éves bírálati határidő egyenesen vállalhatatlan, és akkor még nem ejtettünk szót arról, hogy mikor történik a kifizetés. Az Európai Uniós források a vidék gazdasága versenyképességének javítását szolgálják, de a jelenlegi működési rendben a rendszer hatékonysága megkérdőjelezhető. Az MVH határozatai ellen sokan és sikerrel fellebeztek. Gyakorlatára jellemző, hogy a jogszabályokba előírtakhoz képest is jóval több dokumentumot kérnek be a támogatási kérelmekhez, illetve a gazdasági életbe elfogadott dokumentumok az MVH-nak nem felelnek meg. Számos esetben nem fogad el formai árajánlatokat, vagy felhozhatjuk az építési normagyűjtemény példáját, melynek tételei szerint kéri vezetni az építési naplókat. Holott azok tartalmára nézve irányadó jogszabály ezt nem kéri. Mit kíván tenni a Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program irányító hatósága, hogy egyszerűbb, gyorsabb eljárásokon keresztül jussanak támogatáshoz az arra valóban érdemes vidéki szereplők? Tisztelettel várom válaszát. Válaszadás lehetőségét megadom Fazekas Sándor miniszter úrnak. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Elnök úr, tisztelt Képviselő úr! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program végrehajtási gyakorlata a jogszabályoktól kezdve azok végrehajtási gyakorlataik felülvizsgálatra, javításra szorul. Az ügyintézési határidők felére csökkentése reális és szükséges célkitűzés. Az UNVP-ből még rendelkezésre álló forrásokat már a felülvizsgált és korrigált rendszerben fogjuk megpályáztatni. Sok probléma van, ezeket érzékeljük, sok jelzés is jut el hozzánk, köszönöm az elhangzott felvetést is. Egy munkacsoport dolgozik most azon, hogy milyen megoldásokat találhatunk arra, hogy egy hatékony, gyors rendszer álljon rendelkezésre. A kérelemkezelési eljárás követő elektronikus rendszer, IER, az egyszerűbb támogatási jogcímekhez, például géptámogatás, normatív jellegű támogatások többé-kevésbé jól illeszkedik, de rendkívül nehézkes, bonyolultabb beruházási, működési, illetve összetett projektek esetén. Vizsgáljuk-e problémák kijavításának lehetőségét, és új eljárásrendeket szeretnénk kifejleszteni, szétválasztva a beruházási fejlesztéseket más projektektől. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal ma sok ezer olyan fellebbezést kezel, amelyeknek jelentős hányada a pontatlan jogi környezetből fakad. Az eddiginél tehát alaposabb jogi munka szükséges az MVH munkájának eredményesebbé tételéhez. Összességében is elmondható, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program rendszere ma túlzott adminisztrációval dolgozik, lassú, és ez nem szolgálja a projektek gyors és költséghatékony megvalósítását. A bürokráciát e területen is jelentősen csökkenteni fogjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Viszont válaszra a szó Kalmár Ferenc képviselő úré. Tisztelt miniszter úr, köszönöm a válaszát, elfogadom a válaszát. A helyzet az, hogy én Csongrád megyei képviselő vagyok, és főleg Csongrád megyéből jutnak hozzám ilyen jelzések, miszerint nagyon-nagyon hosszú ideig várni kell arra, míg egy pályázat, egy nyertes pályázat megkapja a pénzt. Örömmel hallom, hogy ezt a gyakorlatot felül kívánják írni, és felül kívánják bírálni, új gyakorlatot vezetnek be. Azt is el kell azért mondani, hogy a szereplők, akik ugye pályáznak, pályáztak, és főleg pályáztak, az elmúlt évek gyakorlatából olyan rossz szájízzel és olyan rossz véleménnyel vannak, miszerint hát megfogalmazódnak olyan kérdések, hogy vajon hol a pénz? Nincs pénz a pályázat mögött, vagy egyáltalán valaki kamatoztatja ezt a pénzt, vagy mi történik, miért nem fizetik ki? Köszönöm. Nem a szót akartam önbe folytani, tehát azért jeleztem, hogy amikor kongatok, akkor az azért van, hogy be lehessen fejezni a mondatot, képviselő úr. Egy perc áll rendelkezésre ebben a műfajban. A viszontválasztra és ugyanúgy miniszter úrnak is most egy perc a viszontválasztra.
Köszönöm, tisztelt képviselő úr, kérdezte azt, hogy hol van a pénz. Hát ilyen esetben nyilván nem a gazdaságban, hanem valahol máshol. Azt hiszem, hogy nekünk az lehet a célunk, az kell, hogy a célunk legyen, hogy azok az Európai Uniós és belső források, amelyek rendelkezésre állanak, minél hamarabb bejussanak a gazdasági élet szereplőihez, a pályázókhoz. Elrettentésképpen mondom, hogy némelyik önkormányzati projektnek az átfutási ideje 4 év, az ember már nem emlékszik az elejére, hogy mikor kezdett hozzá. De az is egy tragikus dolog, hogy 1 év egy ilyen pályázatnak az átfutási ideje. Idegörlő, felesleges, rendkívül lassú ez az egész eljárásmód, és mindez hiányzik a gazdaságból, hiányzik a vidékről. Gátja a termelésnek. Az új kormánynak meg kell oldani ezt a feladványt, és biztos vagyok abban, hogy eredményesek leszünk. Rövidíteni kell az eljárásrendeket, egyszerűsíteni kell a szabályokat, és akkor a pályázatok gördülékenyen tudnak végigmenni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen a választ. Tisztelt országgyűlés, áttérünk a kérdésekre. Varga László, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek népességfogyás megállítása és megfordítása címmel. 2 perc áll rendelkezésre a kérdezőnek és a válaszadónak. Varga képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Úgy látom, államtitkár úr fog segíteni a válaszban. Tisztelt államtitkár úr, a KSH adatai alapján 2010 első negyedévében 23.533 gyermek született, 0,6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma 33.254 volt, ami 6,7%-os csökkenés jelent a 2009. január-márciusihoz képest. A természetes fogyás 9721 fő volt, ez 2237-tel kevesebb az 1 évvel korábbinál. A nemzetközi vándorlás figyelembevételével becsült népesség szám az időszak végén 10.700.000 fő volt. Elmondható tehát, hogy komoly eredményt könyvelhettek el az elmúlt években a szakemberek ebben a tekintetben, hiszen a csökkenés üteme csökkent ebben a tekintetben, tehát a lélekszám csökkenés üteme csökkenő volt az elmúlt évek eredményei miatt. A kormányprogram célkitűzése, hogy az egyének és családok elemi biztonságát kiszámíthatóan garantálja, ösztönözze és segítse a gyermekvállalást, a nemzet fennmaradását és lehetőségek biztosításával adjon esélyt mindenkinek az önálló élethez. Kérdezem tisztelt államtitkár úrat ennek megfelelően, hogy az előző évek tevékenységének további építése kapcsán milyen további kormányzati lépésekkel kívánja megállítani a népességfogyást a kormány, illetve hogyan kívánja ösztönözni a gyermekvállalást. Köszönöm. Válaszadásra megadom a szót Soltész Miklós államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Valóban az ország egyik talán legégetőbb problémája a demográfiai helyzet kérdése, és valóban igaz az, hogy sajnálatos módon valószínűleg ebben az évben a 10 millió forintos küszöböt meg fogja lefele haladni az országnak a népesség száma. Én azt gondolom, hogy ez katasztrofális, és mindenkinek egy üzenet. Tisztelt képviselő úr, én arra szeretném felhívni az ön és mindenkinek a figyelmét, hogy míg a Ratko korszakban, tehát az 1950-es, 56-os években volt olyan év, amikor több mint 220.000 gyermek született, volt olyan év, amikor több mint 190.000 gyermek született, addig most sajnos a 90.000 és a 98.000 közötti gyermekszám születésekkel találkozhatunk. Ez azt az üzenetet hordozza nekünk, hogy mindenképp a családpolitika az egyik legfontosabb családtámogatási rendszer a jövőben. Azt is tudni kell azonban, amit ön kérdezett, vagyis a gondolatmenetében benne volt, hogy most van az az időszak, amikor a Ratko korszaknak az unokáik kellene, hogy megszülessenek. Ehhez sajnos az elmúlt években a családpolitika nem volt eléggé ösztönző, és azt kell mondani, hogy nem volt kiszámítható. Ez talán a fiataloknak a legkatasztrofálisabb. Ha kiszámítható családpolitikát indít el egy ország, és ezt egyébként évről évre, illetve kormányzati ciklusra az egymást váltó kormányok betartják, akkor annak az az eredménye, ami Franciaországban is tapasztalható, hogy a gyermekszám az növekszik. Így az az 1,3-nél épp hogy több gyermek, aki megszületik, valóban megszülethetne a következő időszakban egy kiszámítható és emellett ösztönző családpolitikában, amelynek csak egy része akár a
családi pótléknak az emelése, csak egy része a gyesnek a 3 éves visszaállítása. Én azt gondolom, mindenképp fontos a munkahelyteremtés az édesanyáknak, fontos az otthonteremtés, és sok más olyan politika, amely ezt a kiszámíthatóságos ösztönzést segítheti a fiataloknak. Köszönöm a kérdését. Tisztelt Országgyűlés! Szilágyi György, a Jobbik képviselője kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás Miniszternek. Mikorra végez el a kormány egy mindenre kiterjedő felmérést a magyarországi sportcélú létesítmények helyzetéről és kihasználtságáról címmel? Szilágyi György képviselő úré a lehetőség, közben köszöntjük Czene Attila államtitkár urat, ezek szerint ő fog válaszolni. Képviselő úr. Először is tisztelettel köszöntöm államtitkár urat az első parlamenti felszólalása alkalmából. Tisztelt államtitkár úr, hazánkban az európai átlaghoz képest, ami 25-30%, csupán a lakosság 9%-a sportol rendszeresen, a szív- és érrendszeri betegségekben viszont a világ élvonalába tartozunk. Ezen negatív tendencia ellen leghatékonyabban a sportolás népszerűsítésével és kifejezetten a szabadidősport lehetőségeinek minél szélesebb körű megteremtésével harcolhatunk. Kérem Önt, hogy végeztessen el egy mindenre kiterjedő felmérést a magyarországi sportcélú létesítmények helyzetéről és kihasználtságáról. A felmérés birtokában dolgozzunk ki egy olyan programot, amely lehetővé teszi, hogy minél több ember sportolhasson kultúrát körülmények között, különös tekintettel arra, hogy Önök a kampány során azt hangoztatták, hogy a sportra, mint nemzetstratégiai ágazatra tekintenek. Megoldáshoz első lépésként javasolnám, vizsgáljuk meg a Puskás Ferenc stadion szabadidős sportcélú kihasználásának lehetőségeit. A legelemibb és legegyszerűbb sportolási forma a futás, amelyhez elétesítmény is igénybe vehető lehetne. Véleményem szerint a Puskás Ferenc stadion futópályáját azokon a napokon, amikor nincs rendezvény, indokolt lenne megnyitni a sportolni vágyó emberek előtt, hogy megfelelő környezetben sportolhassanak. Ha ennek a kezdeményezésnek széles sajtónyilvánosságot biztosítunk, akkor rövid időn belül a Puskás Ferenc stadion Budapest egyik szabadidős sport központjává válhat. Tisztelt államtitkár úr, kérem válaszoljon arra, hogy egyetért az általam megfogalmazottakkal, fontosnak tartják-e Önök a szabadidős sporttevékenység biztosítását az állampolgárok részére, látja-e akadályát annak, hogy az Önök által is szorgalmazott szabadidős sporttevékenység elterjedését így módon is támogatni tudjuk. Váratok-e Öntől gyors intézkedést a Puskás Ferenc stadion szabadidős sportcélú kihasználásának lehetővé tétele érdekében? És végül kérdezem tehát, hogy mikorra végezel a kormány egy mindenre kiterjedő felmérést a magyarországi sportcélú ingatlanok helyzetéről és kihasználtságáról? Várom megtisztelő válaszát. Válaszadásra megadom a szót Czene Attila államtitkár úrnak parlamenti szűzbeszéd megtartására, és hogyha jól értettem a helyzetet. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, hagyj kezdjem azzal, hogy egyetértek önnel. Valóban lesújtóak a népegészségügyi mutatóink, a felnőtt népesség mindössze 9%-a sportol, ez tény, sajnos. Különösen tragikus az azonban, hogy a gyermekek 75%-a kizárólag az iskolai testnevelési órák keretein belül végez rendszeres sportjellegű testmozgást. Ez önmagában nem alkalmas a korosztály egészséges mozgásigényének biztosítására, ezért célunk a nemzet fizikai állapotromlásának megállítása, a felnövekvő generáció mozgásgazdag, sportos életvitelének kialakítása. A nemzet sport stratégiai célkitűzésének, hogy sportnemzet mellett váljunk sportoló nemzetté is, mely az elmúlt ciklusban nem lett több jó hangzó szlogennél, most valós tartalmat adunk. Mindezek érdekében ebben a kormányzati ciklusban először is felmenő rendszerben bevezetjük a mindennapos kötelező testnevelést a közoktatásban. Másodszor megújítjuk a testnevelési óra tananyagát, korszerű eszközöket és módszertani elemeket vezetünk be. Harmadjára felülvizsgáljuk a jelenlegi népegészségügyi programot, valamint a nemzeti sportstratégiát a sport nemzeti stratégiai céljainak összehangolása szempontjából. Negyedjére visszaállítjuk a felsőoktatási intézményekben a heti kötelező testnevelési foglalkozást. A sportlétesítmény fejlesztés területén az állami sportingatlan kateszter elkészítése prioritást élvez, ez nem kérdés. A felméréshez szükséges kérdőív szakmai egyeztetése befejeződött, és a tulajdonos képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel együtt